A Würz Ádám általános és alapfokú művészeti iskola diákjai 2021-ben a római katolikus templomban léptek fel utoljára a nagy érdemű előtt. Az évzáró koncert hangulata illeszkedett a templomi atmoszférához. A templomi hangversenyekben mindig a barokk zene az, ami úgy gondolom, hogy stílusába odaillő, illetve amit ez az atmoszféra, illetve akusztika megteremt, az oda való. Úgyhogy ez egy elsődleges szempont volt, és hát nyilvánvalóan a sokszínűség az is. Tehát ahogy itt most éppen a gitár kamara játszik, de nyilván lesznek fúvósok is, zongoristák is, ének is, tanári énekkar is, szóval azért próbáltuk minél sokszínűbbé tenni a műsort. Valaki mondjuk szeptemberben elkezdett ugye zenét tanulni, ő is eljuthat egy olyan szintre decemberig, tehát karácsonyig, hogy akár a tanárával ki tud állni, vagy egy kamara együttesbe ki tud állni, akár egy hangot kitartva. Tehát ez igazából úgymond hozzáállás kérése, tehát bármikor ki lehet állítani. Onnantól kezdve, hogy megszólaltatja a hangszert, és minőségi hangot, hangszint tud varázsolni a hangszerében, onnantól kezdve tulajdonképpen ki lehet állítani akárkit. Abszolút megbízom a kollégákban, tehát volt egy iránymutatás, hogy az elején is elmondtam, hogy barokk zene, karácsonyi dalok, ilyesmire gondoltam, amit aztán a nagy részét meg is tudtam hallgatni személyesen, hogy azért lássam, hogy miből fog összetevődni a műsor. De azért a kollégáknak azért van tapasztalata ebben, hogy most egy templomi hangversenyben mi az, ami odaillő, vagy mi az, ami nem odaillő, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel nem volt probléma. Az alapfokú művészeti iskola diákjainak igyekszik az iskola minél több lehetőséget biztosítani a szereplésre, amikor szüleik és a közönség jelenlétében prezentálhatják, amit eddig elsajátítottak. Ez most egy rázós időszak, ugye tudjuk, hogy a vírus azért itt közbeszól. A köznevelési intézményekre elég szigorú szabályok vonatkoznak, tehát ott az iskola falain belül nagyon nehezen tudunk most akár rendezvényeket tartani, mivel idősi központ ugyanebben a kategóriába tartozik. Azt gondolom, hogy ha majd lesz egy kis enyhítés a korlátozások terén, akkor egy kicsit több lehetőségünk adódik, illetve amikor majd azt mondom, hogy kijön a jó idő, tehát most ezt a telet valahogy így ki kell húzni. Én azt gondolom, a vírushelyzet az nem fog változni addig, a korlátozások se, és akkor amikor tavasszal, ha nyáron egy kicsit jobb idő van, akkor esetleg szabadtérbe is lehet gondolkodni, mert most egy kicsit megvannak kötve a kezeink sajnos. Könnyed dallamok, melyeket életre hívtak az alapfokú művészeti iskola diákjai és tanárai, felettették a 2021-es év nehézségeit is egy pillanatra a jelenlévőkkel.